Itt vagyunk egy budapesti görkori parkban, nagyon izgatott vagyok, mert már legalább 8 éve nem volt rajtam görkorcsolya. Kicsit mókázni fogunk a csimmel. Görkorival nagyon-nagyon halvány emlékeim vannak. Emlékszem, amikor folyamatosan a boltba lejárkáltunk görkorival, az egyik haverom még Gödöllőn laktak, és mindenhol görkorival járkáltunk, erre emlékszem. Nekem sem nyúlik szerintem vissza ez az emlékezetem, hiszen tényleg nagyon rég volt rajtunk görkorcsa, és kicsit furcsa érzés volt visszavenni, de nagyon élvezetes volt, és nagyon hangulatos. Ha jól emlékszem, akkor görkorit kaptunk először, és még emlékszem, hogy tényleg otthon a lakásban, a második emeleten görkorcsolyáztunk, és emlékszem, hogy a szomszédok még fel is jöttek, hogy kicsit hangosan játszunk, úgyhogy a lakásban több görkorcsolya nem volt. Olyan érzem itt magam, itt a sok profi között azért. Ha mennének a jégre, akkor lehet, hogy ők is így érezni magukat. Szerintem a görkori és a jégkori az nincs olyan összekapcsolva, nem kell tudni mind a kettőt, hogy így elég fura volt felvenni a lábamra a görkorcsolyát. De amikor emlékszem, amikor kicsi volt, amikor elkezdtünk korcsolyázni, akkor voltak görkori edzéseink is, úgyhogy bele volt vezetve az edzésbe. Görkorival sokkal nehezebb fordulni, itt még folyamatosan meg kell emelni a lábodat, miközben a jégkoriban simán csak csúszol és tudsz forgolódni. Én sajnos nem tudok hobbi szinten űzni ilyen freestyle sportokat, nagyon-nagyon tetszenek, mindig szoktam tévében nézni, hogyha van rá lehetőségem, mindig elképzeltem, hogy milyen jó lehet mondjuk akár snowboarddal is ugrálni és forgolódni, vagy gördeszkával ilyen trükköket megcsinálni, amik szinte lehetetlenek számomra. A mi sportunk az nem tartozik az extrém sportok közé, sajnos, pedig azért elég extrém 50 km per órával kanyarokból menni. Sajnos az olimpián nincsenek freestyle sportok, de nagyon jó, hogy vannak ilyen hatalmas nagy események, amik támogatják a freestyle sportokat. Ugye a World Urban Games-en ugye 6 különböző sportág lesz majd elérhető, és ugye ezt bárki, aki bemegy oda, az ki is tudja próbálni majd ott a helyszínen, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas rendezvény lesz. Hát nyilván ott leszünk, mint meglepetés vendégek, úgyhogy lehet velünk is találkozni majd, és mi készen állunk mindenre.